Péter a Pápa labdarúgójával beszélgetek. Peti, visszatekintésként mennyire vagy elégedett az őszi szezonnal? Hát az őszi szezon, én azt gondolom, hogy mivel első idényem lesz ez majd most így a Pápával, így elég jónak mondhatom személy szerint, már nem vagyok teljesen megelégedve vele. Hamar sikerült beilleszkednem, hál' Isten sok játék lehetőséget kaptam a mestertől, igyekeztem élni vele. Hát aztán így kicsit elfáradtam a fél szezon végére, de most túljult erővel, remélem, hogy sikerül még jobb eredményeket elérni. Szép gólokat lőttél. Hát igen, az új dolog az én életemben, hogy gólokat lövök, remélem ez megmarad, meg hát az is egy új pozícióba kerültem, igyekszem ezt megtanulni, úgyhogy hát remélem sikerült. Weber Győrrel arról beszélgettetek már, hogy megmaradsz a jobb hátvéd posztjában, majd visszatérsz a középpályára? Nem, igazából volt, mikor középpályás játszottam, elég megmondom, hogy legtöbbször jobb hátvéd voltam, de azért ő is tudja, hogy több pozícióban bevethető vagyok, úgyhogy nem tudom, majd ő eldönti, ahhoz szükség van rá, mint ott játszok. Felkészülés eddig időszakán mit tudsz elmondani? Igazából három edzésen vagyunk túl, van pontosan négy edzésen. Úgy gondolom, hogy olyanok az edzések, ami tényleg egy focistának kell, az minden zalakozásnál is, tehát általában labdás gyakorlatokat csinálunk, úgyhogy jó. Szerinted a mostani pozíciónál előrébb tudtok lépni tavasszal? Hát nagyon bízom benne, hát mindenki azért hajt edzéseken, hogy előrébb lépjünk, úgyhogy bízom benne.